Jó reggelt kívánok, kedves nézőink! Továbbra is a frontok útjába esik a Kárpát-medence. A számítások szerint ma délután újabb melegfront érkezik, de előtte még élvezhetünk néhány órás napsütést, majd a délutáni órákban délnyugat felől fátyol felhőzet érkezik fölénk, amely felhőzet fokozatosan meg is vastagszik, reggel pedig az északkeleti tájakon még tartósabb kötfelhőzet is előfordulhat. Estig csapadékra nem kell számítanunk, a délnyugati szél megélénkül, néhol megerősödik, a legmagasabb hőmérséklet ma délután pedig 4 és 10 fok között alakul. Pénteken elszórtan lehet kisebb eső, zápor a Kárpát-medencében, a hétvégére azonban igazi kiránduló idő várható tavaszias hőmérséklettel. A déli-délnyugati területeken akár 14-15 fokot is mutathatnak a hőmérők, északkeleten lehet hűvösebb az idő, ahol borongósabb időre készülhetünk. A jövő hét elejére pedig visszatér a változékonyabb időjárás. Szép kellemes napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra!